Két és fél perc, az 4-8-as pályán, de az egész tisztességes, úgyhogy akkor ilyen szaladós pályának tűnik ez mostani. Horváth Sanyhó F12 címben elsőként megkérdezte, hogy ott állott ebben valaki, megállottak gratulált, hogy minden a helyen volt, hogy köszönjük szépen, milyen volt a pályát tegyük? Hát, nehéz, de hát nem nehéz, de belásul egy ilyen babulában gyümölcsöt a cipőm, hogy tudom kötöttem be. Ezt a legalább nem hagytad ott, mert volt egy verseny, nem is olyan rég, amikor ők nem korsóval egy kilométer, ha valaki cipőn egy könyvön be is összes a lapra. Ja. Jó volt. Kikkel találkoztál, hogyan mentek, kell tudni nyugodtan. Jól találkoztál, és jól ment szerintem, csak... Jó, meg szerintem elég jönnek, vagy nem elég meg.
gratulálunk el Fulham meccsből, akkor nézzük Fotán Gellinet, alapjával találkozott, 29 nyilván még, úgyhogy ők az alapján találkoztak, és kicsit tudottak, és együtt aztán mindig cseggők előre, tovább, és én egy fejtet adott Gellinetnek, legalábbis így most a kiolvasás alapján úgy tudjuk, hogy ez volt a helyzet. Versenyzős. Show magnézőkászban.
Nincs vendégnek. Nincs vendégnek, de... Első befutóként. Ezt a végső győzelemhez is. Hajrá, 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 Németh Blanka és Ács Johanna érkezik 10 évben a lányoknál. Hát nem tudtuk volna eldönteni, hogyha ez vadászrajtos, hogy miért oda hamarabb. Megoldottátok, hogy egyszerre feladtátok volna leckét a rendezőségnek, de a lényeg az, hogy ez most itt nem számít. Nem kell morogni. Gratulálunk. A frissítőpont nem ott volt, ahol kell. Hát neked nincs is frissítőpont. És gratulálni a helyezetteknek. Kezdjük tehát a 2022. évén a eredményhirdetésén szép számban eljöttetek és megtiszteltétek, jelenlétetekkel a versenyt. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a verseny rendezőségen nevében a támogatóknak, a Fabriusnak, a Katalin Galantartnak,
Szalvenső kapcsolatban meg volt jó a támogatóknak, a Sobrióska Patadik Alapkarnak, Szerzsúrnak, Pár Vézének, Somogyi Gyémának, Csekégi Kézőnek, Kereskedésnek, Verma Kézőrelmak Kállátjének, a Varga Pincészetnek, ebből már sejtjük, hogy mit kapnak majd a Dugogósok, a Higgenker Kft-nek, Városrőd Önkormányzatának, a Hitomécsét Kft-nek és a Sün ST Veszélynek, és hát van a Városrőd Önkormányzat, szóba került. Köszönjük nagy szeretettel! Sel Tamás Városrőd polgármester, a verseny fővédnöke van itt velünk, aki majd segít a diakonferenciában is. A mai utolsó futamon a 70-es kategória, férfi 70-es kategória, Puskés Endre emlékverseny. Ezzel kapcsolatosan Puskés Györgynek adnám át a részletet. Sziasztok, jó, hogy jöttetek! Igen, úgy is meg vagyok hatott a bocsánatot. Ja, bocsánat, hogy egy kicsit meg vagyok hatott. Nekem ma van, de az mindig is egy nagy-nagy élmény. Na, ami a mai versennyel kapcsolatos és fontos. Úgy tűnik, hogy a mai nap pálya kitűzője Bánki Zoli elég kitett magáért és a Bandihoz méltó pályákat csinált. Ő neki ugyanis mindig az volt az elve, hogy legyen miért levetkőzni. Őt ebben a kategóriában az F70-ben idén ünnepeltük utoljára, jövőre már az F75-ben fogunk ismét ráemlékezni. Bár Jancsi így nem fog tudni ismételni, mert ő csak 52-es, 51-es, bocsánat. 51-es, így aztán még egy pár évig várnia kell, hogy utolérje a kategóriát. Mondom, jó, hogy jöttetek, majd amikor körülbelül elérünk a 80-as kategóriáit, onnantól kezdve mindenki a 80-as kategória fölött már a Puskés Endre emlékversenynek lesz a résztvevője. Ti is mindannyian, akik meg itt ilyen kicsit. Visszajön, akkor meg majd visszaváltunk. Szóval akkor a Puskés Endre emlékverseny eredmény hirdetése következik. Gyuri bácsi már egy pólerette a győztes kilétét, de akkor megyünk visszafelé. Harmadik helyen Hegedű Zoltán OSC, második Gyuri András KDS, a győztes tehát Rádi János, Gyuri bácsi Zoltán. És akkor átkanyarodunk a Dunától Kupára, kezdve a legkisebbekkel. A női 10D kategóriában a győztes Illés Szonya, a balatonfüredi Sportklub, második Ács Johanna, Hóhegyvidék, harmadik Arkádi Enikő, Ara. És akkor jöjjenek a fiúk is. Első Tóth Balázs Gergő, Szilvánusz, második Illés Menyhért, Balatonfüredi Sportklub, harmadik Avar Levente, DTT. Köszönöm szépen!
gratulálunk! Köszönjük szépen! Következik a férfi 12C kategória, a győztes horvát Csegő, Alba Régia. Második Harkányi Bálint, szintén Alba Régia. Harmadik Topán Gellért, pécsi vasutas. Mi energia itt alakul? Apa, magad hogy mondod be? Most kérjük a nagy kapcsol! Szép volt, fiúk, hajrára! Gratulálunk, köszönjük szépen! Következik a női 14, a győztes Felföldi Zsófia, a szegedi bokorugró, második Töttő Sára Boróka, pécsi Veres Meteó, harmadik Ójomi Dóra, Marad. Szép volt, Dóri, hajrára! F14-ben a győztes Jánosi Viktor, pécsi Vörös Meteor, második Serbán Áron, szintén pécsi Vörös Meteor, harmadik Józsa Kende, Arab. Itt van Kende, hajrára! Bartolina? Ő is. Szesen? Jó, akkor az jön azt akkor. Majd tapsot kérünk! Gratulálunk! Női 16 B kategória, győztes Jánosi Tímea, pécsi vasutas, második Bojtor Zsuzsanna, TTT, harmadik Pap Dorina, szegedi vasutas. Férfi 16 B kategóriában. A győztes Felföldi Tamás, szegedi vasutas. Második Pintér Gergő, Alba Régia. Harmadik Marát Mátyás, szintén Alba Régia. Épp ott Gergő hajrára! Nem a következő? Ma megint velük. Vagy jó, a gratulálunk! És most a legkeményebb pálya, a leghosszabb pályák. 21 A kategóriák következnek, ahol a nőknél a győztes Pozna Anna Ibolya, Göcsej, második Vegán Ágnes, Veszprémi Honvéd, harmadik Kaszás Szilvia, Balatonfüredi Sportklub. És jöjjenek a srácok is, férfi 21 A, győztes Zsebeházi István, a második Tőcik Zsebeház István, Momhegyvidék, második Tőcik Vendel, DVTK. Majd tapsot kérünk, F21-es kategória, F21 A kategória, rabjogjai.
Következnek a 21 B rövid kategóriák, először a hölgyeknél. A győztes Bojtor Zsófia, TTT. Második Bokor Natasa, Pécsi Vörös Meteor. Harmadik János Iné, Müller Adél, szintén Pécsi Vörös Meteor. B rövidben. Győztes Oszlovics Ádám, Momhegyvidék. Második Tóth Zoltán, Szilvánusz. Harmadik Ács Gábor, Zalaegerszegi Tájfutóklub. Női 40-es kategória következik. A győztes Pap Viktória, az Zalaegerszegi Tájfutóklub. Második Kovács Edith, Alba Régia. Szép volt ez itt hajrának! Harmadik Women 40 kategóri. Bronze medal, first position, Sabine Prader from Pinkafeld. Férfi 40-es kategóriában a győztes Gábor József, Paksi Sport Egyesület. Második Horváth Pál, Szombathelyi Haladás. Harmadik Szepesi Áron, Zalaegerszegi Tájfutóklub. Hol vannak a fiúk? Senki? Akkor nagy tapsot kérünk. Gratulálunk, köszönjük. Jók nem mertek kijönni, a következik a női 45-ös kategória. A győztes Vince Anita, Alba Régia. Második Balogh Szilvia Odert, Szegedi Vasutas. Harmadik Avar Ildikó, TTT. Férfi 45-ben a győztes Bozsó Norbert, Tipó, második Bejbl Zoltán, Széchenyi István Egyetem, harmadik Kőszegvári Tibor, KFK. Nagy tapsot kérünk, tehát a 45-ös kategória legjobbjainak. Gratulálunk! Női 50 következik, a győztes Vengrin Ágnes, Tipó. Második Burián, Hanna, Beac. Harmadik Nagy Ákosné, Sagó Tarjáni, Dornyai. Férfi 50-es kategóriában a győztes Egei Tamás, Veszprémi Honvéd. Második Dalos Attila, Műegyetem. Harmadik Báder Attila, Tipó. Ajándék és gratuláció megérkezett, nagy tapsot kérünk! Nagyon szépen köszönjük! Női 55-ös kategória következik, a győztes Csillag Vera, Pécsi Vörös Meteor. Második Váradi Szilvia, DBTK. Harmadik
Ludwig Ágnes, Hőegyetem. Férfi 55-ös kategóriában a győztes Prill László, Veszprémi Honvéd, második Szent Attila, Szegedi Vasutas, harmadik Szíbert Péter, Pécsi Vörös Meteor. Most jöhet a nagy tapsvihar. Gratulálunk, nagyon szépen köszönjük. Női 65-ös kategória következik, a győztes Kovács Olga, Szilvánusz, második Szabó Zsuzsanna, szintén Szilvánusz, harmadik Veresné Sipos Etel, Szolnoki Honvéd. A férfi 65-ben a győztes Bokros István, Meafs, második Margitai Endre, Soproni Mafc, harmadik Harkányi Csaba, Szilvánusz. Csak a harmadik van itt. Jó? Majd tapsot kérünk ismét. És következik a női 70, Women 70, there's the winner, a győztes, Ludmilla Abramenko. A férfi 70-ben a győztes, Ládi János, tehát összetettben is, nem csak a mai napon, Ládi János, Bakonyi Tájfutóklub, második Hegedűs Zoltán, OSC, harmadik Bogdanovics András, Honvéd Botján. Na, tapsot kérünk a 70-es kategória, legjobb jönnek, és az utolsó kategória következik, a férfi 75A, ahol a győztes Rétfalvi Lajos, Soproni Maf, második dr. Fűcs György, Pécsi Vasutas, és a harmadik Hunyadi József, Postás Sport Egyesület. Egy utolsó nagy tapsot kérünk, tehát a 75-ös kategória dobogósainak, nagyon szépen köszönjük. És akkor még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek a versenyre. Hibákért elnézést kérjük, reméljük, hogy erre kellene nem bántátok, mert következik hosszú távú országos bajnokság. Mikor is? Október 8-9-én itt valahol, ezeken a szuper terepeken versenyezhettek ott is. Jó utat hazafelé, kellemes pihenés nektek is.